Hello, sziasztok! Sok-sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket! Végre megjöttem, és végeztünk a nyaralással, úgyhogy be tudom végre pótolni ezt a csodálatos szerdai frissítést, amit itt kihagytam a héten. És szeretném, ha véleményt mondanátok a megváltozott, gyönyörűségesen szép hajamra. Mondjátok, hogy szép! És ne is törődjetek vele, igazából csak gondoltam, ha már rózsaszín szettem van, akkor hát miért ne lehetne a hajam is rózsaszín. No, de ami a lényeg, hogy újra felborult a felhőkirályság zavartalan rendje, ami megzavarható, mint tudjuk, és megnézzük, hogy most éppen mi a szent makréla történt. Örülök, hogy újra látlak, ezt nem fogod elhinni. Na ne mondd! Inkább nézd meg a saját szemeddel. Kövess! Követlek, jó van. Megyek. Nessé, kétségben mora itt vagyok. Mint látod, mert megint hiányzik néhány szín, de most csak a szivárványokból. Vajon mi okozhatta ezt? Hát én nem tudom. De végére járok. Vagy nem, ki tudja. Van valami ötleted? Persze, rengeteg ötletem van. Menjünk el a Balatonra és együnk egy jót. Ez mondjuk jó ötlet szerintem, és ne foglalkozzunk a szivárványjal. Én komolyan azt hittem, hogy végleg megoldottuk. Na, most vagy nem töltöttünk vissza elég szint a királyságba, vagy valami megint kiszívja őket. Lehet, hogy Kátya még mindig itt van. És te honnan tudod, hogy Kátya itt van? És azt miért nem tudtad az előző alkalommal jelezni nekem? Nekem is pont ez jutott eszembe. Szerintem sikerült elkergetnem. Hát, nekem is ez jutott eszembe. Nem vagyok biztos benne, hogy ő a felelős, de szerintem nem is zárhatjuk ki. Beatrice, megtennéd, hogy figyelsz, nem bukkane fel? Csak légy óvatos. De a lényeg, hogy rendbe kell hoznunk a szivárványokat. Majd rajzolok neked szivárványt, jó lesz? Egyébként itt a hanggal valami van. Miért nincs hang? Ez egy jó kérdés. Na mindegy, most ezzel nem állok neki szórakozni. A helyzetelemzés megvolt, jöhet a következő lépés. Nos, ha egyszer már bejött, talán most is működhet, igaz? Szivárvány töredékek? Hát, na jó. Igen, épp ezt akartam javasolni, egy rugóra jár az anyunk, ne próbáljunk inkább felfogadni egy festőt. Na, ne próbáljunk meg felfogadni egy festőt. Ezúttal 7 szivárvány töredékre lesz szükségű. Hát köszi, meg se hallod, amit mondok. Most már tudjuk, hogy megy ez, állítsuk helyre szivárványokat. Hát ez nagyon jó, a zene és a hó. Valami furcsa dolog folyik Jorvikon, havazik a nyár kellős közepén. Az emberek arról számoltak be, hogy hátborzongató muzsikát hallanak, és természetellenes rendi deregnek. Ki tudnád vizsgálni? De már megint! Ember, nem áll! Még több merengés. Olyan motivált lettem, miután elolvastad a korábbi napló bejegyzéseimet, hogy úgy döntöttem, még többet megosztok veled. Ott vannak az asztalon, ha szeretnéd őket elolvasni. Hát nem szeretném őket elolvasni, de el kell gondolom. Remélem tetszeni fognak ezek az oldalak, melyek Nick bácsikámmal tett utazásomról és a legfontosabb felfedezésem történetéről szólnak. Hát biztos nagyon jó, de engem nem érdekel. Felhőkben jár. Ezt nem fogod elhinni. Sikerült megint elveszítenem a felszereléseimet. Édes jó Istenem! A fejed nem lenne a nyakadhoz szögezve, komolyan mondom, azt is elhagytad volna. Egészen Jorvikig zuhantak, miközben a hőlégballonomban utaztam. Ha leszállsz a földre, lehet, hogy megtalálod őket. De nem akarom megtalálni őket! Nem igaz! Istenem, komolyan mondom, ez nem létezik. Na várjatok, most puskázok egy kicsit. Visszamegyek ehhez a borzalmas, förtelmes nőszemélyhez. Nyári hó, vigyázz kész rajt, ne rúgd össze a patkót senkivel. Mi ez? Van egy tippem, hol találhatná egy szivárvány töredéket. Nehogy összerúgd a patkót rossz barátoddal. Csak viccelek, igazából arra akarok kiukadni, hogy érdemes lenne megnézed az aranypatkó gyűjtő tevékenységet. Jó, igen, miért sír az a kis felhő? Az is megvan, mikor elveszett felszerelése. Oké, a hiányzó töredék. Valami nem stimmel az utolsó hiányzó töredékkel. Képtelen vagyok rájönni. Adj még egy kis időt, felhívok pár embert. Hát ez nagyon jó. Hát valószínűleg egy Kátyánál lesz, de most akkor jó, egyszer összeszedjük ezeket a szerencsétlen patkókat. Na hát akkor öveket becsatolni, ez hosszú lesz. We'll be right back.
látjátok ezt? Ó! Megvan egy ilyen akármi. Itt egy szivárvány töredék. Király. És kapok érte 200 XP-t ajándék. Na jó van, folytassuk. Egyébként tök poén felgyorsították a lovak járómódját, vagyis hát... Ja. Mint hogyha egy Nightcore Edition-t látnék. Csak ennek nincs hülye hangja még mellé, de amúgy azt kell mondjam, hogy hiába ügyed gyorsabban, vagy mozog gyorsabban, attól még a sebessége körülbelül ugyanaz. Tehát nem tudom, valahogy... Nem értem a tervezők logikáját. Vagy az ötletadók logikáját, inkább így mondom. Tehát, hogy valahogy nem fér a fejemben, hogy ez most így miért? Tehát ez kinek volt jó? Vagy ez is egy hibának az eredménye? Mondjuk azt sem lepne meg, megmondom őszintén. Egy cseppet sem lepne meg. De mindegy, te veszünk el a részletekben. Előre! No. Jó van. Jutalmat 270 low XP. Ó, és ott van a kis... Köszi. És itt van ez a kis... Kis gyönyörűséges. Állj már meg! Ah. Igen, itt egy szivárvány töredék. Igen, eltaláltad. Egy zseni vagy. No. Hamarosan belecsapunk Mika cuccainak keresésébe. És meglátjuk, hogy mire megyünk vele. Azért az érdekelne, miért nincs hang, de Mika tárgyaiból egyet már meg is találtam, és akkor Kátyával nem ártana beszélni. De miért nincs zene? Hát föl van rakva maxra a hangerő. Tudjátok, itt le is veszem, mert valahogy sejtem, hogy ebből baj lesz, hogy én ezt fölveszem. Ó, na ez például már fájt. Na. Már megint itt van ez a nyomorúság? Nem, most a másik oldalon van, de jó. De hülye vagyok. Na nem baj, ezzel most nem foglalkozunk. De miért nincs zene?
Na, itt van valami. Ó, oh, közelebb járok. Á, ott a következő. De miért kell így kacskaringózni? Bocsánat, ittam pár kortyot, mert kitikkadok ettől. No, igen. Tehát most ugyanoda vissza kell mennem, ahonnan jöttem, csak... Aj, az Isten áldjon meg. Jó, igen. Igen. Most is találtam egy hangjegyet, most mi van? Ajajajajaj. Mi ez a... Ja, ez csak a víz. Már megijedtem. Most ezt kérdezed, mi mondod? Aja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 j
Ó, ha mi van itt? Hát mi van itt? Kérem szépen, megtaláltad a zene forrását. Nyisd meg a lejátszási listát, ha megnyitom én. Ügyes trükk, ismétlésre állította a Dark Riders című számát, hogy megzavarja az időjárást. Egyszerű, csak másik számot választok a listáról. The Miscreants, Gloomen, Nomi Hollowwood, Lisa Peterson, in the Heart of Everyone. Na, Gloomen-t! Ez tök jó. Na végre van zene. Nem egészen az a hangulat, amire itt szükség van. Jó van, akkor legyen Lisa Peterson. Jaj, de cuki. Your music, ez igen. Tökéletes. Remélem copyrightot kapok miatt amúgy. Visszaállítottad a nyári időjárást. Na. Aj, de jó. Na, ez nem igaz. Hát fel akarom venni, ember! Ezt nem hiszem el. Ez a bugos, nyomorult játék. Na most ilyenkor mi van? Csak kérdezem. Ha? És ezt mondjátok meg nekem, hogy ilyenkor mi van. Nem tudom fölvenni. Most mi az Isten? Na végre! Hát komolyan, ilyen nem létezik. Na. Most pedig... Mi az a karika? Jó van, majd visszaviszem. Megpróbáljuk megkeresni Mika cuccát. De a hangsúlya megpróbálom van, jó? Maradjunk annyiban. Ott van egy! Oké, tápcsövet találtunk. Na, keresjük a többit. Ó, itt is van! Valami. Valami csillog. Térkép! Gyerekek, térkép! Ha lemegyünk a strandra, lefogadom, hogy ott is lesz. Ó! Találj süllyed! Iránytű. Na, pont el is sétáltam egy mellett. Nem baj. Könyvek! Miért visz magával könyveket? Minek? Aha! Te is megvagy. Jó. Na mi kell még? Megvolt a Pinta strandon. Megvolt Mika léggömbjénél. Aztán megtaláltam a Doyle kolostornál. Morlanden. Kettőt. Meg egyet Jasper házánál? Az hat. Még egy hiányzik. Még egy hiányzik. Na de hol lehet? Na, körülnézünk Pinta erődben, hát ha mert Morlanden már találtunk. Hát az ösztöneim majdnem jók voltak, de megvan az utolsó. És meg is találtuk. Íme az utcsó. És elvileg ehhez ezért kapnom kellett volna egy szivárvány töredéket, nem? Na mindegy, felhőcske. Megnézzük a felhőcskét. Meg kell keresni megint a kis felhőcskéket, fogadjunk. Ja. És legnagyobb örömömre rohadt élet, hogy most mindegyik máshol lesz, mint a múltkor. Mondjuk az se volt egyszerű. Na, van egyszer egy. Mondom, van egyszer egy. Ó, ott a második. Azt hiszem öten vannak? Azt hiszem. Ez kettő. Megyünk itt lent egy kört. Ó, három.
Vissza kellene mennem, hogy segítsek a kis szomorú fel. Hát jó, van, na, hát te segíteni akarok. De ahhoz erre is el kell mennem. Megnézzük. Kicsit már túl van csépelve ez a dolog egyébként. Szerintem, aztán javítsatok ki, ha tévedek. Három van. Ötnek kell lennie? Ó, oh, itt van egy. Na. Négy. Ó, oh. Jó van. Akkor ezt is megoldottuk. Na, szóval megmondom őszintén, hogy ilyenre még nem is nagyon volt példa, hogy... Vagyis hát nem nagyon, hogy ennyire lusták lennének a készítők, hogy összvisz ennyit voltak hajlandóak tenni a frissítés érdekében. Nem is értem a dolgot egyébként. De mindegy. Na most ide kell őket visszavinnem, vagy oda be? Ezek szerint oda be. Jó. Jó van, ne dörögjél már! Majd dörgök én. No. Ez is kész van, de akkor most álljon már le az a nyomorékes ő. Szétáltik a nyergem, hát tudod milyen nehéz azt megszállítani? Szeretnék rákattintani. Na, szóval nem vagyok elájulva, egyébként azt kell mondjam. Ennyi erővel felvehettem volna két frissítést egybe. De azt magyarázza el nekem valaki, miért nem lehet rákattintani mána. Jó. Jó, itt egy szivárvány töredék. Remek, örülök neki. Akkor most visszamegyünk Mikához. Mert kell nekünk még egy szivárvány töredék, és valószínűleg azt akkor kapom meg, ha leadom neked cuccokat. Oké. Visszamegyünk a felhő királyságba. Na, szóval igazából ez ugyanaz, mint az előző heti feladat. Úgyhogy igazából semmi kihívás nem jelentett, ami azt illeti. Na hát, mit lehet ezzel csinálni? Elveszve és megkerülve ezt. Találtál egy szivárvány töredéket. Igen, képzeld el, találtam. Na most mi lesz akkor? Itt kapunk rózsaszint. Pirosat, jó, jó lesz. Na, oké, okay, akkor szivárvány töredék megint. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy megkereshettük. A narancsárga akar lenni? Ja, úgy néz ki. Na, úgyhogy egy kicsit... Hát na, nem kapkodták el. Hadd találjam ki, újra sikerült minden felszerelésemet megtalálnod. Hát igen, ami azt illeti, igen. Mi, mama? És hogy én is hagyjak valami cserébe, találtam még egy szivárvány töredéket. Aj. Rohadnál meg. Oké. Igen, tudom, hogy találtam egy szivárvány töredéket, nem is kell mondani. Sokkal jössz nekem. No! Akkor, mit kell még csinálni? Hiányzó töredék. Szereted a könyveket? Van egy tippem, hol talál... Jaj, tuti, meg kell nézni a nyomorult könyvét. Valami nem stimmel, az utolsó hiányzó töredék. Képtelen vagyok rájönni. Jesszus. Jó. Tuti, el kell olvasnom azt a szerencsétlen nyomorult könyvet. Vagy legalábbis meg kell néznem, és akkor majd utána. Nem? Hát nem. Jó van. Jó, elolvastam is most, akkor. Van egy tippem, jó legyen. Kikérhetem a véleményed valamiről, amit épp pirok? Hát de... Vagy ez kell? Megnéztem ezt is, és most... Na, most mi van? Hát de most néztem meg, Buksi! Jesszus. Ja, hogy ezt is meg kell nézni. Jó, most láttam. Ezt is láttam. Ott is van még? Ó, mama. Ha-ha! Megvagy. Na. Most, hogy mindegyik nyomorult könyvedet megtaláltam. Mit gondoltál? Amit tudom én. Valamit biztos. Csak hogy megerősítsem, amire gondolsz. Igen, az a békapete a kisbarátom Pikó volt.
Jó, tehát van még egy szivárvány töredék. Köszi. Talált egy szivárvány töredéket. Hát köszönöm, ha te nem mondod nekem, föl sem tűnik. Na még egy kell. Mama, csinálj valamit. Na. Keres és még mindig tart. Még hiányzik a hetedik töredék. Szerintem már mindenhol kerestük. Van valami ötleted? Vagy tudom én. Silverglade birtok, Steve Farmer, Morland, Kovács műhely. Na, a Kovács műhely. Ez nekem is eszembe jutott, és felhívtam őket, amíg te Jorvikon voltál. Átkutották a területet, de nem találtak semmit. Hát itt van a világ legvakmerőbb unokahúga. Héti ketten olyan képet vágtok, mint akik druidát láttak. Mit lógatjátok az orrotokat? Nick bácsikám, jól rám ijesztettél, de jó, hogy látlak. Mi szélhozott ide a felhők közé a Dino völgyből? Nos, Mika, miközben élvezettel utazgattam, valami egészen érdekes dologra bukkantam, amihez hasonlót még soha nem láttam. A felfedezés eszembe juttatta, milyen csodálatos kalandokba volt részünk együtt, és ezt a tárgyat látva arra gondoltam, bár csak együtt találtuk volna meg. Ha már nem így történt, gondoltam, legalább elhozom neked. Tudom, mennyire szereted a szivárványt, és ez a kő... Nos, nézd csak meg! A hetedik töredék! Szóval ezt te már felfedezted? Bizony, Éden fényére mondom, annyi mindent kell elmesélnünk és megmutatnunk neked. Egy kicsit még lejjebbeztük a defekteket is, meg mindent. A hetedik töredék átvéve. Így van. Az utolsó. Hát ez az utolsó! Ó, és szintet lépett a lovam, király! Már 11-es szintű gyerekek, el se hiszem. No! Hát akkor köszönöm szépen ezt az élményt, remélem most már más hülyességet nem találtok ki. Ebben az élményben összekapcsolódott a régészet és a mágia, nem gondolod, Nick bácsikám? A mágikus tárgyak, amelyeket fel kellett fedeznünk, majd meggyógyítanunk velük a felhő királyságot, hasonlóak a druidák rúnaköveihez, amelyeket együtt tanulmányoztunk. Rendkívül szellemes megfigyelés. Felállítottatok valamilyen elméletet arról, mi volt ennek a hátterében? Én még mindig csak a fejemet vakarom. Beatrice találkozott Jorvikon egy kísértetés lányjal, aki hegedű játszott, fittyegyhányva mindenre. Amikor elment, hátrahagyta a zenéjét egy lejátszón. Kátyának nevezte magát. Biztos, hogy valahogyan elvarázsolta az időjárás, de ami a felhőkirályság hiányzó színeit illeti, nincs bizonyítékunk, hogy ő tehet róla. Azt mondott Kátya, ismerős a név, de nem, az nem lehet. Vagy mégis? Bárki is az úgy tűnik, az ő érkezése és a színek eltűnése a felhőkirályságból nem puszta egybeesés. Hogy szándékosan csinálta-e, az már más kérdés. Mi a véleményed? Kátya azt állította, hogy akár akarja, akár nem, rossz dolgok történnek körülötte. Kátya azt mondta, az emberek átkozottnak nevezik őt, és én nem tudhatom, hogy ez milyen érzés. Hát, legyen ez átok, hideg? Helyes, csak engem emlékeztet a jégboszorkára a jégboszorkák barlangjából? Lehet, hogy Kátyán átok ül? Vagy épp ő a jégboszorka? Ja igen, az a régi mese. Valóban érdekes. Hadd gondolkodjak. A legenda szerint a jégboszorka a középkorba született, és éveken át jótékony mágiával foglalkozott, míg nem valami titokzatosokból erőt vett rajta a düh, és a sötét boszorkányság felemésztette őt. Legalábbis így szól a történet. Nem tudhatjuk, valójában egyetlen személy volt-e, vagy mint sok más legendában több erős asszony története fordulódott egybe. Vajon ő vágta el magát a világtól, vagy azok ejtették csapdába, akik rettegtek tőle. Olvastam egy expedícióról, amely az 1800-as évek végén a jégboszorkák barlangjába indult, hogy végére járjon a híres jégboszorka történetének, de nem tudunk arról, hogy visszatért volna. Ugye tudod, mit jelent ez, Nick bácsikám? Ez lesz a következő kalandunk. Mihelyt újra földet érek, indulhatunk is a jégboszorkák barlangjába. Ezt még hosszasan és alaposan át kell gondolnunk, Mika. Egyelőre ünnepeljük meg a sikert, amelyet Beatrice barátoddal elértél itt a felhőkirályságban. Miért érzem azt, hogy ezt a feladatot is majd csak 3 év múlva fogjuk látni? Minden jó, ha vége jó. Legalábbis reméljük. Ennyi volt. Hát köszönöm szépen ezt az élményt. Ezt a nyomorult csapkát kaptuk, föl is húzom nektek, tessék. Így, né? És hát azt kell mondjam... És hol a sapkám? Na, szóval azt kell mondjam, hogy fogalmam nincs, hogy mennyi időt fog nekem igénybe venni a szivárványgyűjtögetés, mert hogy most úgy rácsaptam arra is, viszont az a nagy büdös helyzet van, hogy ugye mivel nem volt jó a felvevőm, plusz nem nagyon voltam gépnél. Ugye a felvevő hiánya miatt nem is jöttem föl játszani. Hol a szivárvány?
Eltűnt a sivárvány. Jasson, Pepi! Eltűnt a sivárvány. Na, szóval ennek köszönhetően nem is nagyon volt időm a... ilyen szivárvány aranyat, vagy milyen rossz sebet gyűjteni. Szóval... Ah, ott van! Úgyhogy sajnálatos módon csak 10 darabom van. És nem tudom, hogy összesen mennyi kell ahhoz, hogy minden szírszart összeszedjünk. Viszont hát amennyit tudok, annyit összeszedek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ami azt illeti, szerintem kicsit túl van reagálva ez a frissítés SD. Én úgy vagyok vele, hogy... Na várjatok, most ki kell fundálnom, hogy... mi van előttem? Nem. Nem. Na. Silverglade. Aha, de ez lehet izé is. Vagy nem? Na jó, tudjátok mit, elmegyek oda aztán. Meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Na, szóval, hogy... Nem tudom, nem kellett volna erőltetni ezt a frissítést. Megmondom őszintén, tehát hagytak volna inkább a francba. Tudom, hogy akkor meg azon kap fogna a társaság, beleértve engem is, hogy úristen, mi ez itt. De igazából... Nem tudom, valahogy nem érzek késztetést arra, hogy újból megcsináljam azokat a feladatokat, amiket egy hete. Mert az, hogy évente egyszer behozzák, és ugyanazokat kell megcsinálni, jó, eltelt már egy év, akkor még úgy van vele az ember szerintem, hogy jó, akkor így még oké. Okay. De hát 2 hét alatt ugyanazokat a feladatokat, és lehet, hogy én vagyok már túl veterán ehhez, és kinőttem belőle, nem tudom. De hát ez így... Ez így nem buli. Aztán hát javítsatok ki, a tévedek, de szerintem nem ennek kéne, hogy legyen az alap sztori. Már csak nem elfeledett mezőkön van. Igazából ezt sem értem, tudjátok? Vissza fog dobni. Szóval igazából ezt sem nagyon értem. Szóval minden alkalommal ugye valamit hát újítani kell a játékon, mert ugye miért, ne? Megint vissza fog dobni, nem? De úgy érzem, hogy minden alkalommal egyre rosszabb. Tehát ez a szivárványkeresgetés, ez annó jó volt úgy, ahogy volt, hogy rákattintottál arra, ahogy én hívtam még annak idején, hogy szarkupac. Arra rákattintottál, és akkor ott volt egy ilyen kis, nem is tudom, ilyen kis vonalka, akkor elhoznak éppen. Seabees, cuki a nevetek. Szóval, hogy anno, ezt most hiába próbálom elmagyarázni azoknak, akik mondjuk 2-3 éve játszanak. De azért megpróbálom. Tehát volt ott egy kis vonalka, és az volt a lényege, hogy el kellett találni a színezett részeket vele is. Hogyha eltaláltad, akkor ahányszor helyesen kattintottál, annyiszor volt egy szivárvány aranyad, így minden alkalommal lehetett gyűjteni 10-et. Ha jó voltál, ha nem, akkor mondjuk, ha csak háromszor kattintottál jól, akkor csak 3-at kaptál. De az legalább izgalmas volt, ebben leszállok, kalapál 3-at, és akkor ennyi. Vagy nem tudom, tehát már szarul érzem magam tényleg, hogy nem tudok valami normális üzét felhozni, de egészen egyszerűen unalmas. Nem tudok másképp fogalmazni, unalmas. És meg is nézem így már videóba, hogy hogyan működik ez a csereberélés, meg hogy egyáltalán mit kapunk. Felteszem azt a szivárványos szettet, amit ilyenkor adni szoktak, mondjuk úgy. De hát, na, szóval ez számomra roppant unalmas, tehát semmi lényege nincsen. És most hallom, hogy kiszedték a Game Guardot, megmondom őszintén, hogy újra is telepítettem a játékot, minél gyorsabban lepucolja a gépemről ezt a hulladékot. Úgyhogy ha esetleg nem értesültetek róla, akkor én így gyorsan így elmondom ma azoknak, akik még itt maradtak a videó végére, hogy kivették a Game Guardot, és úgy tudjátok leszedni a saját gépetekről, hogyha újra telepítitek a játékot. Tehát én is... Letöröltem, visszaraktam. Nem kell újból letölteni a netről egyébként a setupot, tehát elég csak eltávolítani a játékot, ugye a mappájában ott van az uninstall. És elég csak a letöltésekből visszatelepíteni, mert már nem rakja vissza ezt a
megtörtel, mert egyébként nem is értem, hogy hogy gondolták, és megmondom őszintén, annyira nem is vagyok elragadtatva tőle, hogy ez felkerült a gépre, mert ki tudja, hogy mennyi időre vájkáltak bele a számítógépeinkbe, vagy sem. Tehát nem tartom valószínűnek, hogy véletlenül találták ki, hogy na hát akkor mégsem, akkor visszavonjuk, mert izé. Szóval én nekem vannak ezzel kapcsolatban aggályaim. Tehát azért így nem biztos, hogy okos dolognak tartom. Tehát a számítógép, ahol mondjuk a netbankunkba lépegetünk be, meg a mindenféle oldalakon fizetjük a prémiót, mint például a Star Stable Online. Tehát így... Miért nem tudok több szivárvány aranyat gyűjteni? Nem tudsz szivárvány aranyat... Jó, az oké. Okay. Jó. Na, szóval mindegy, nekem ezzel kapcsolatban a problémáim, amikre ugyan hát nyilvánvalóan nem találtam választ, nem is fogok választ kapni a soha, de én azért nagyon remélem, hogy nem turkáltok bele a fájlokba. Ahoj, köszönöm! Na, nézzük, hogy mit kapok. Mi ez? Gyönyörű kő. Nem használható semmire, add el. Most ez komoly? Na, akkor még egyet kérek. Igen. Most mit kaptam? Régi zsebóra körkörös jelölésekkel. Egyértelműen elromlott. Mi van? És komoly, ezt kapjuk? Ez most így, ez így really? Hát, ne haragudjatok, ezt most így fel kell dolgoznom. Tehát ezért megéri keresgetni ezeket a hülyeségeket? Hát ezt tudom, akkor neki se állok. Nem használható semmire, add el. De kösz szépen, hogy... Két Jorvik shillingért, adjam el. Felakasztom magam. Azt tud, vagy várjátok, lehet, hogy nem is az órát kaptam. Azt hallottam, hogyha nem kapunk semmit, mármint hogyha nem kapunk tárgyat, akkor low XP-t vagy karakter XP-t kapunk. De most így hirtelen nem láttam, hogy melyiket kaptam már, ha kaptam. Majd visszanézem a videót és akkor megnézem. Na, de hát ez egy semmi. Hát ez egy... Paci kuki. Extra mindenfélével. Hát ez hihetetlen. Én úgy tudom, hogy azt hiszem XP-t is kapunk, mármint karakter, nem, a szart karakterre nem, lóra kapunk XP-t, meg azt mondták, hogy kutya van, meg sapka van. Úgyhogy, hát nagyon remélem, hogy lesz értelme összegyűjtögetni ezeket a nyomorúságokat, mert önben neki se állok, hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Na mindegy, mára elég volt az agyrémekből, úgyhogy én megköszönöm, hogy itt voltatok. Tartsatok velem legközelebb is, hát remélhetőleg, hogy lesz legközelebb, ha nem száll el az agyam. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, majd valamikor még érkezem. És most megpróbálok visszarázódni, mert azért nem olyan egyszerű nekem, így egy pár hét kihagyás után nekem vissza kell hangolódnom erre a játékra. Úgyhogy további szép napot kívánok nektek, és legközelebb újra itt. Sziasztok!